Sziasztok! Engem Julcsinak hívnak, és én tartom a második bevezetőt a 10 naposon. Képzeljétek el, hogy kért fel engem Sunim. Érdekes volt tegnap a Koan interjún, volt egy kérdés, és hát nem volt helyes a válaszom, mondta, hogy ez nem jó, és hogy az a baj, hogy túl okos vagyok. És mondtam neki, hogy hát ez hülyeség, hát én nem vagyok túl okos, meg egyébként is. Amúgy szokta ezt mondani dharma beszédeken így embereknek, hogy mert az a baj, hogy túl okos vagy, mondom, szerintem ez is hülyeség, és így mentem bele, tudod. És akkor mondja Sunim, hogy jó, rendben, akkor te mondod holnap a bevezetőt, mert hogy te még ezt is jobban akarod tudni nálam. És akkor így mondom, úristen, hogy így beleszaladni a pofomba. Na mindegy. Amúgy nem vagyok most olyan nagyon áhítatos állapotomba, de most amióta felkért, tegnap óta, hogy egy olyan ilyen ego kérget repesztett meg rajtam, hogy ilyen nagyon picire összementem azóta, mert tényleg magabiztosnak mutatom magam mindig, még be is szólok azért, ha úgy van, meg kiakadok mindenen, de amúgy egy ilyen dharma beszéd bevezető, ez így lebontja rólad azért ezeket a jó kis kérgeket, hogy te így menőnek akarsz tűnni, de kiderül, hogy nem annyira vagy menő. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy most érdekes, hogy annyira nem volt kedvem jönni erre az elvonulásra, én már májusban bejelentkeztem az elsők között, és akkor még nagyon vártam, aztán, hogy közeledett, mondom, úristen, hogy én most normális vagyok, hogy erre használom a nyári szabadságomat. És ahogy már pár nap volt, még ilyen is megfordult a fejemben, hogy hát amúgy, ha most covidos lennék, akkor, hogy akkor ezt a 10 napot esetleg otthon is eltölteném, hát nem szép dolog, na mindegy, eljöttem. De úgy szégyeltem, hogy most mi ezzel a bajom. Még volt időszak, hogy úgy éreztem, hogy itt is szeretnék élni, meg milyen jó lenne így itt lakni a templomban. Már itt találkoztam egy régi kedves ismerősöm, egyből megkérdeztem, neked volt kedved jönni? Mondja, nem, neki se volt, mert ő szörfözni akart a Balatonon. Mondom, de jó, akkor neki se volt kedve, nekem se. Na, tök jó. És volt is itt valaki, aki majdnem hazament már, na ővel én abszolút együtt tudtam érezni. De már bocsánat, tényleg, amúgy ez olyan... Ciki, mert ugye az első 2 napban már megfordult a fejembe, hogy ha most amúgy Sunim hallaná a gondolataimat, hogy lehet, hogy kitiltana. Hogy nem tudom, itt van-e olyan, hogy kitiltottak-e már innen embereket, vagy... De hogy nem hallja talán így a gondolatokat, de nem vagyok benne biztos amúgy. És nyilván jöttem, már sokan tudták, hogy hova jövök, meg kivettem a Szabimat, és minden második ember, hogy mondta nekem, vagy azt mondta, hogy jó pihenést, vagy azt, hogy érezd jól magad. Mondom, még egy ember azt mondja, hogy kész, mondom, nem bírom. És ez a jó pihenést, tudod, amikor én nem tudok itt valamiért aludni, felkelek már 3, fél négy között mindig, és hogy jössz ki a jurtából, így felnézel a csillagos égre, és valahogy így érzésre, hogy az még így nem ahhoz a naphoz tartozik. Tehát, hogy még mintha még így előző nap lennénk, vagy hát nem érzésre, hogy beállok a zuhany alá, leborulok, utána énekelünk, meditálunk, reggelizünk, és amúgy, amikor ezt mind befejeztük, egy normális embernek így akkor indul a napja, miután... Én egy nehéz napon már túl vagyok itt a templomban, és már így lefeküdnék aludni, hogy akkor... Hát, szóval mindegy, nagyon-nagyon szenvedtem az elején, és akkor a végén amúgy az lesz majd 10 nap után, nem tudom, ti hogy vagytok vele, hogy visszamész a munkahelyedre, és akkor jönnek a telefonok, hogy na jó van, akkor letellett, akkor kipihented magad is. De amúgy viccet félretéve, én nem tudom, hogy nálatok ez hogy van, de én tényleg nem vagyok itt álmos, zéro alvással, talán így, hogy nem beszélünk annyit, úgyhogy nagyon-nagyon jól meg lehet így tartani az energiát. Van a Buddhának van egy ilyen tanítása, hogy a vágyak, hogy az 5 érzékszerv a vágyak kapuja, amin keresztül így a kényelem szeretet belénk tud hatolni. És én is, hogy régen voltam már elvonulni, érzem, hogy ez a látás, szaglás, hallás, ízlelés,
tapintás által, hogy annyi ilyen kellemes dologgal töltöm mindig az időmet, hogy egyszerűen már ezek uralnak. És ugye Buddha ezt mondja, hogy ha ezektől tesszük függővé a boldogságunkat, akkor ez egy ilyen vég nélküli szenvedés lesz, tehát ebből ki kell jönni, valahogyan a tudatot kell megfegyelmezni, nyilván itt a meditáció által meg tudjuk fegyelmezni a tudatunkat, és akkor ezek a vágyak nem fognak uralkodni rajtunk. Persze ez nem azt jelenti, hogy most nem hordhatunk szép ruhát, vagy nem eltünk finom ételeket, de ezeket a helyén kell tudni kezelni, és nem ezek fogják akkor irányítani, nem ezek fognak uralni bennünket. Amúgy itt sokkal könnyebb meditálni, mint otthon, így közösségben. De ahogyan az Anti is mondta, hogy amennyi könnyedség van itt, annyi nehézség is. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, engem nagyon-nagyon szoktak így idegesíteni dolgok. Most ez az elvonulás, ez kivétel. Itt tényleg mindenki úgy meditál, mint a kis angyal, de én már egy előző elvonulásokról már ilyen meditáló ember típusokat már teljesen így bekategorizáltam, hogy valahogy mindig sikerült olyan helyre ülnöm, hogy kész, hogy idegbajt kaptam. Volt ez, aki így összeszorított szemmel így ringatta magát, akkor aki mindig elalszik, így kicsit mindig megrándul, és te is így megijedsz, hogy jaj, és így gondolkozom, hogy most megérintsd, ne, vagy most mi legyen, így fél óráig gondolkozok, hogy na jó, megérintem, kész, vége, elborult az agyam, és akkor utána nem érti, látod rajta, nem érti, hogy mi van, jó, mindegy, ülsz tovább, és folytatjuk, és akkor így az volt, hogy nem, hogy ez nem lehet, ez nem történt meg. Aztán vannak az ilyen ízületátmozgatók, aki így ilyen csukló, körzés, boka, egy ilyen teljes testes ilyen átmozgatást így végigcsinál, és utána szerintem a meditáció után egy frissebben kell amúgy fel, mint ahogy leült. Na jó, mindegy, hagyjuk ezek, tényleg ezek a belső monológ, vagy ez a narrátor, ami így az első két napban, nem tudom, nekem nem állt le a fejembe, hogyha kritikából kéne megélnem, én világsztár, ez biztos, hogy ez az egy dolog, amiben jó vagyok, az a kritika, és akkor ezt innen megfékezni nagyon nehéz. Kicsit olyan ez az elvonulás nekem, mint mondjuk az edzés, vagy egy diéta, hogy annyira nem szívesen diétázik szerintem senki, de egy idő után, ha már felszedtél, nem tudom, 10 kilót, akkor úgy vagy vele, hogy na jó, akkor hétfőtől odafigyelek, és akkor itt is az van, hogy az emberek jönnek ilyen egynaposokra, és ugye nem tetszik nekik. Most ez ugyanúgy egy diétának, és az első napja után hát nem fogytál le, meg persze nem tetszik, mert ilyes volt, de az nem azt jelenti, hogy akkor nem csinálod tovább, és azért nehéz ezt eladni, mert az emberek általában a kellemes dolgokat keresik, és szeretnek beszélni, szeretik egymással megosztani a tapasztalataikat, a véleményeiket, a szeretetről, az együttérzésről. Vannak mindenféle közösségek, én is voltam már különféle tréningeken, ahol kicsit arról szól az egész, hogy mindenki elmondhatja, hogy hú, vele most mi van, és akkor úgy megerősítik egymást, hogy jaj, veled is, meg jaj, velem is, és fú, de nekünk milyen rossz, meg milyen jó, és akkor egymást erősítik a gyengeségben tulajdonképpen. Én ezt szeretem ebben a templomban, hogy itt amúgy nem lehet beszélni. Ez fantasztikus, hogy nincs ez a nagy elmondás, bár van, aki ezt is megoldja, hogy dharma beszéden egy kérdésbe burkol, vagy igazából elmondja az életét egy negyed órába, de mindegy. Ez, de igen, nem csak itt, hanem az elején ugye el van mondva, hogy ne beszélgessünk, és akkor valahogyan, amikor így csukódik a női mosdó ajtaja belülről, ahogy így kattan az ár, mintha, ez mondom, megint nem ez az elvonulás, tehát ez régi, korábbi tapasztalat, hogy így kattan az ár, és mint aki tudod, így sokáig már vissza kell tartani a levegőt, és hogy jaj, de meleg van, jaj, de hideg van, jaj, jó reggelt, sziasztok, tudod így, mindegy, ezek tök aranyos dolgok szerintem. És tényleg ezért nehéz szerintem valakivel hosszú távon, vagy nehéz ezt az utat követni, mert rengeteg lemondással jár,
És az emberek nem szeretnek szembesülni, ahogy én sem szeretek szembesülni amúgy a gyengeségeimmel, meg a rossz tulajdonságaimmal. Van egy kedvenc videóm, amúgy Popper Péter mondja, mesél az egyik videóban, hogy a tanítvány oda ment hozzá, hogy tanár úr, önismereti tréningre megyek, és akkor mondják, hogy a Popper, gratulálok. És azt mondja, az is bele van kalkulálva, hogy kiderül, hogy milyen hülye vagy. vagy csak a jó derülhet ki rólad? Mert hogy a világ tulajdonképpen tele van tükrökkel, záporoznak ránk a visszajelzések, és hajlamosak vagyunk arra, hogyha valami negatív visszajelzés érkezik, akkor rámondjuk, hogy persze ő a hülye. Hát ő milyen hülye, hogy ilyet mond rólam, hát rosszul látja. De ez azért nem teljesen így van. Na, itt ez a veszély nem fenyeget minket, hogy csak pozitív feedbackeket kapjunk, mert itt azért rendesen, hát inkább kapjuk azért rendesen szerintem a tükröket, és nem arról szól mindig, hogy itt olyan nagy boldogság van, meg itt mindenki erősíti magába a jó tulajdonságát, a jó tulajdonságait, meg az önbizalmát, hanem itt arra van szükség, hogy azt az én kérget, amit építünk magunkra, kint a hétköznapokban, legalábbis én ezt abszolút csinálom, észre se veszem, akkor veszem észre, amikor itt vagyok, hogy ezt valahogyan lebontsuk, és hogy vékonyodjon a fal köztünk és a világ között, hogy tényleg tudjunk kapcsolódni, hogy ez az egész élet ne csak egy ilyen látszat valami legyen. Pont a Sunim mondta a múltkori Dharma beszédében, vagy nem is a bevezetőben mondta itt az elvonulás elején, hogy azokra az elvonulásaira emlékszik úgy igazán, ahol abszolút ugye nem használt telefont, hogy ott tudott teljesen jelen lenni, és hogy ezek az emlékek, ezek tényleg ott élnek benned az idők végezetéig, mert hogy tiszták, teljesen lecsupaszít téged ez a sok gyakorlat, és tényleg olyan emlékeim vannak nekem is elvonulásokról, hogy tudom, hogy örökre emlékezni fogok rá, a tavalyi 10 napos is ilyen. Ott mondtam egyébként az első bevezetőmet, úgyhogy ez most egy ilyen évforduló. Itt is olyan valódi pillanatokat élhetünk meg, legalábbis én, olyan valódi pillanatokat élek meg, olyan emlékeket szerzek, amik valahol nem tűnnek valóságosnak, de aztán rájövök, hogy basszus, ez az, ami igazán a valóságos, mert hogy itt valamicskével közelebb kerülök ahhoz az igazi tiszta önvalomhoz, és talán egy kicsit kevesebb egóval működök, és akkor ezek tényleg igazán ott beégnek a kis tudatalattimba. Hoztam magammal egy emléket tavaly, amikor mondtam az első bevezetőmet, hát akkor se tudtam bevezetni, akkor se voltam ebbe túl ügyes, és akkor ismertem meg amúgy Anettet itt a templomban. Nem sokat beszéltünk, ugye nem is lehetett akkor se beszélni, és itt ültem már kint ezen a párnán, és bejött Anett, és hozott nekem lelaminált egy szív alakú levelet, és azt mondta nekem, hogy ezt nekem kereste, és hogy szorít nekem, hogy velem van. És végig egyébként emlékszem, hogy az ő tekintete támogatott, nagyon-nagyon sokat tanultam tőle, mind a szeretetről, mind pedig az együttérzésről a mai napig, úgyhogy köszönjük, hogy vagy nekünk. És zárnám is a bevezetőmet egy kedvenc Sung San történettel, ami erről a szeretetről jutott eszembe. Egy tanítvány kérdezte Sung San zenmestert, hogy mester, mi a szeretet? Azt válaszolta Sung San, mi a szeretet? Tanítvány nézett, nem értette, hogy most mi van. Azt mondta neki a mester, hogy ez a szeretet. A tanítvány továbbra sem értette, hogy mi van. Azt mondta Sung San zenmester, te kérdezel engem, én kérdezlek téged, ez a szeretet. Köszönöm szépen!